Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket. Mai műsorunkban felhívjuk a figyelmet néhány közelgő határidőre, ami az adóbevallás szempontjából fontos, illetve bővebben foglalkozunk az autószerelő képzéssel, ami így ezen a néven tulajdonképpen megszűnik. Tartsanak velünk! Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallások idei határideje, a NAV már a magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is elkészíti a bevallás tervezeteket, ehhez viszont fontos néhány dátumot megjegyezni. Vészesen közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje. A NAV munkatársai csak Tolna megyében több mint 80 ezer adózónak készítik el a bevallás tervezetét. Így a munkaviszonnyal rendelkező magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak és a mezőgazdasági őstermelőknek sem kell ezzel külön foglalkozniuk. A magánszemélyeknek és azoknak a tavaly egész évben katás vagy evás egyéni vállalkozóknak, akiknek volt főállásuk és kaptak munkabért, eszi a köteles bért, a személyi jövedelemadó bevallási tervezetük május 20-án akkor is automatikusan bevallássá válik, hogyha nem nyújtanak be önállóan eszi a bevallást. Ez az automatizmus azonban nem érvényes a főállású egyéni vállalkozókra, áfás magánszemélyekre és mezőgazdasági őstermelőkre, mert nekik mindenképpen továbbra is önállóan kell eszi a bevallást benyújtaniuk, aminek az elkészítését nagymértékben megkönnyíti a NAV által készített bevallási tervezet, amely a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatokat tartalmazza. Vagyis a katás egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek február 25-ig kell elküldeniük a NAV-hoz a bevételeiket igazoló dokumentumot, hogy azzal a szakemberek el tudják készíteni a bevallás tervezetet. A munkaviszonnyal rendelkezőknek viszont nincs egyelőre teendőjük. Az egyéni vállalkozók, az áfás magánszemélyek és a mezőgazdasági őstermelők a NAV által elkészített bevallási tervezet megtekintését és kiegészítését, mégpedig ugye a vállalkozói őstermelői jövedelmi adatokkal történő kiegészítését, illetve a nem kifizetőktől, munkáltatóktól származó jövedelmi adatokkal történő kiegészítését és mentését követően tudják a bevallást elküldeni elektronikusan a webes kitöltő felületen. Az adóhatóság szakemberei ezután minden érintettnek elkészítik a bevallás tervezetét, amiket aztán március 15-től a NAV internetes kitöltő felületén lehet ellenőrizni. Akiknek nincs ügyfélkapujuk, azok március 16-ig kérhetik a tervezett postázását az adóhivataltól többféle módon. A lényeg az, hogy az adóazonosító jelet és a születési dátumot mindig meg kell adni. A következőképpen lehet kérni a tervezett postázását SMS-ben a 0630 344 4304-es telefonszámon. Itt fontos az SMS-nek a felépítése. Nagybetűkkel SZIA, szóköz, adóazonosítója, szóköz és a születési dátum év, hónap, nap pontok nélkül. A postázást lehet még kérni a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon, kötetlen formátumú levélben, telefonon a 1819-es hívószámon és személyesen az ügyfélszolgálatokon. A már elkészült és végleges személyi jövedelemadó bevallások határideje pedig mindenkinek egységesen május 20-a, és eddig az időpontig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Fontos, hogy a rendelkező nyilatkozatoknak május 20-ig be kell érkezniük az adóhivatalhoz, mert ez a határidő jogvesztő. Tehát eddig lehet felajánlani egy civil szervezet és egy vallási közösség, vagy pedig a Nemzeti Tehetségprogram részére, illetve a tavalyi egyházi rendelkezések felajánlások is eddig az időpontig módosíthatók vagy vonhatók vissza. A katás egyéni vállalkozók egyébként az idei évtől már az úgynevezett online nyomtatványkitöltő alkalmazással is elküldhetik a NAV-nak, hogy milyen bevételeik voltak tavaly, így egyszerűbb és gyorsabb a kitöltés, sőt még külön program sem kell hozzá. A katások jelentős része mindössze 3 adat megadásával online teljesítheti a tavalyi évről szóló elszámolást. A webes alkalmazás használatához nincs szükség külön segédprogramra, ugyanakkor a korábbi nyomtatványkitöltő az ANK valamennyi funkcióját biztosítja. Az adóhatóság szakemberei pedig nem csak az ügyfélszolgálati irodákon várják az érdeklődő ügyfeleket, hanem akár online is meg lehet ismerni minden fontos információt. A változásokról, a teendőkről, a határidőről és az 1+1%-ról már minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján. Érdemes tehát figyelni a határidőket, a következő, ahogy már elhangzott, február 25-e lesz.
Az autóipar változatlanul egyik legfontosabb húzóereje a hazai gazdaságnak, a nagy autógyárak átlagosnál hosszabb távon tervezhető fizetőképes kereslete folyamatosan vonzza a befektetőket, így erős konkurencia helyzetben kell talpon maradnia minden autóipari beszállítónak, ehhez pedig elengedhetetlen a jól képzett szakember. A folyamatosan változó autóipar és a szakképzés közös érdekeként szeptembertől megújult autószerelőképzésben tanulhatnak a diákok, amit ilyen néven már kár is lesz keresni. Az új rendszerben viszont a tanulóknak lehetőségük lesz még több időt eltölteni a szakmájukat gyakorolva. Lencs János már kiskorától autószerelő akar lenni. Szeptembertől a Volkswagen Auto City szekszárdi márka szervizében tanulja az autószerelő szakmát. Elmondása alapján az elméleti képzés mellett fontos a gyakorlati tudás is. A márka szervizben pedig a legmodernebb munkaeszközön tud tanulni. Enélkül szerinte képtelenség elhelyezkedni. Ez már kisgyerekkoromban elkezdődött, már otthon is a csillagülás kulcs volt a kezembe állandó, 5-6 éves koromtól kezdődően. Régóta ez volt a vágyam, és sikerült is a közeli szekszárdi iskolában ezt a szakmát elindítani, pályafutásomat a szakmán keresztül. Új hely, új környezet, senkit nem ismer az ember, ilyenkor mindig csak az a cél, hogy minél hamarabb beilleszkedni, és ilyenkor azért az első egy-két munka az nem feltétlen marad meg, hanem az, hogy vajon hogy telnek majd a következő napjaink. Minden egyes ilyen nagyobb művelet, az automata váltó felújítás, meg ilyenek, amiben a mesteremmel együttműködve csináltuk, azok hát mindig pozitív hatással voltak rá, mikor sikerültek, és tudtam, hogy az én kezem munkája is benne van. Úgyhogy ezek ennél nagyobb motorfelújítások, szintén ugye segítkeztünk, és amikor beindul az autó, annál nagyobb öröm nincs. Tehát én most már szeretnék a szakmában maradni, tehát ezt szeretném folytatni. Márka szervizre gondolva néhány alapszó juthat legelőször eszünkbe. Például szakértelem, minőség, kiszámíthatóság, biztonság. Lejcs János is azért a szekszárdi Volkswagen Auto City márka szervizét választotta, mert itt mindig a legújabb technológia áll rendelkezésre, ezáltal az itt megszerzett szakmai, gyakorlati tudása is folyamatosan bővül. A márka szervizekben olyan szakemberek dolgoznak, akiknek tudását folyamatosan fejlesztik. Rendszeresen oktatásokon vesznek részt a munkavállalók, de azok a tanulók is, akik az adott cégnél gyakornokoskodnak. A Volkswagen Auto City szekszárdi kirendeltsége és a szekszárdi szakképzési centrum Ady Endre szakképző iskolája és kollégiuma már 15 éve működik együtt. A tanulók szeretnek idejönni hozzánk, mert itt közvetlenül azokat a folyamatokat látják, amit a legújabb autó, a legújabb technikák itt nálunk egyből a piacon kiadnak, és mi az iskolában a szakképzés folyamatosan szemmel tartjuk, szoktunk bejárni a szakmai vizsgákra, elnökként is és a vizsgabizottsági tagként is. Ez a kapcsolat már az Ady Endre iskolával már több mint 15 éves múltra tekint vissza. A szakoktató tanárokkal is olyan jó kapcsolatot ápolunk, hogy van már, hogy a diákoknak már, amikor a fejlődésüket látják, akkor javasolják, hogy a gyakorlati helyként bennünket választanak, mint az Auto City szekszári telephelyét. Maga az autó modellpalettánk az olyan, hogy egészen könnyen szerelhető, nagyon könnyen megtanulhatók rajta az alapfogások, az alap olyan szerelési folyamatok, amik egyébként mindennaposak. És azért is szeretnek idejönni hozzánk, mert családias légkört biztosítunk nekik. Mi tényleg úgy bánunk a tanulókkal, ahogy az ő fejlődésüknek ez a legjobb. Amikor egy diák jelentkezik hozzánk arra, hogy szeretne gyakorlati helyként bennünket választani, akkor először engem megkeresnek személyesen, és egy elbeszélgetést folytatok velük. Szeretném már az elején kiszűrni azt, hogy ki az, aki ténylegesen ebbe a szakmába szeretne elhelyezkedni, ki az, aki vele tényleg érdemes foglalkozni. És ilyenkor, amikor sikerül megállapodást kötnünk, akkor van két mesterünk, aki úgymond mentorként az ő pályafutásukat egy vagy két éven keresztül végig kíséri. Gyakorlati hely első napján, amikor munkába állnak, akkor kapnak munkaruhát, munkavédelmi felszereléseket, és bemutatásra kerülnek egymásnak a mentor és a tanítványa, és hát már mindjárt az első napon akár össze is olajozzák a kezüket,
illetve kisebb olyan munkákat kapnak, hogy például egy kerékszerelésnél a kerékcsavarokat ki tudják szedni, megfelelő helyre a tárolásokat meg elvégzik. Már nagyon sok olyan tanuló érkezik hozzánk, aki már alapok, az elméleten kívül gyakorlati alapokkal is rendelkezik. Mert otthon mondjuk van egy Simpsonja, vagy van egy olyan kerékpárja, amit otthon szeretett szerelgetni, és már például ismeri a villáskulcsot, meg tehát tényleg vannak olyan érdeklődési hajlamai, amivel sokkal könnyebben tudunk mi is együtt utána már foglalkozni, meg együtt dolgozni. A nagy része az ide érkező tanulóknak azért tényleg céltudatos, és tudja azt, hogy ebben a szakmában szeretne elhelyezkedni. Mondjuk egy motorkibeszerelésnél a mesternek olyan segítségei, amivel tényleg úgy kiegészítik, hogy ha egyedül nem is tudná azt a mestere megcsinálni, akkor a tanuló segítségével erre képes. Itt azt látjuk most, hogy itt elment a nyúlvány, ezt vissza kéne igazából húzni a helyéről, itt van ez a dózer, ennek a segítségével fogjuk visszahúzni. Voldi István Dávid, 10. osztályos diák is a Szekszári Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképzi Iskolájában tanul. Ő egy másik márkaszervizben, az Aliszka Autócentrumnál kezdte el gyakorlatát szeptembertől. Úgy érzi, a lakatos szakma áll igazán közel hozzá. Kicsi korom óta imádok szerelgetni, mindig apám mellett így tanulgattam, néztem, hogy mit, hogy csinál. Apukám igaz, nem autószerelő, nem lakatos, de azért ott van mindig mindent megcsinálgat azért otthon. Egy lakatos egy karambolózó autókat ment meg, hogy újra mehessenek. Gyakorlatilag megmenti az autót. Mindenképpen a húzatopadozást meg szeretném tanulni, meg így a zegyengetéseknek a fő részeit. 20 éve vagyunk márkakereskedők, és a márkakereskedés életében az elsők között volt, hogy felvettük a helyi szakképzőiskolával a kapcsolatot, és jó együttműködéssel három szakmában is oktatunk diákokat, karosszéria, autószerelő és autófényező szakmákban a diákokat. A diákok általában egy hetet töltenek nálunk, és egy hetet az iskolába. A gyakorlati képzést ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy az autókat testközelből és megismerik őket. Az idei évtől kezdve jönnek majd a márkáimba az elektromos autók, és a szakmában megváltozik ennek a javítása ezeknek az autóknak is, és ezeknek új technológiákat vannak maguk után. Mi szeretnénk a legújabb technológiát megmutatni a diákoknak. Minden szakmában rendelkezünk mesterekkel, a mesterek oktatják, általában egy mesterhez egy diák tartozik, és az végig mentorálja a két év alatt a diákokat. Kezdetben a diákok csak segítőnek, és a végső eredmény eléréséhez már a kisebb önálló munkákat is el tudják végezni a diákok. A szakmába folyamatosan keresik az autószerelőket, hiszen míg 20 évvel ezelőtt családonként egy autó volt, vagy egy sem, addig ma nem ritka, hogy kettő, vagy akár több autó jut egy családra. A munkaerőpiaci hiányra ad választ a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma. Juhász Gábor, az intézmény vezetője elmondta, hogy szeptembertől új, az autóipar követelményeihez és technikai szintjéhez alkalmazkodott tantervel várják a jelentkező tanulókat. Mind a szakmának, mind az oktatásnak ez közös érdeke, hangsúlyozta. Az új OK-ban az autószerelő szakmát nem fogja megtalálni senki sem, hogyha keresi benne. Helyette a gépjármű mechatronikai technikus végzettséget tudja majd megtalálni, és technikumban 5 éves képzésre tud beiratkozni hozzánk a tanuló. Ez azt jelenti, hogy negyed év végén még nem szerez érettségi bizonyítványt, hanem előrehozott érettségi vizsgát fog tenni majd az elméleti tárgyak három részéből, tehát matematikából, történelemből és magyar nyelv és irodalomból, és 5 éven fogja a technikus vizsgáját megcsinálni, amely projekt alapú vizsga lesz, és nyilván még az idegen nyelvi érettségi vizsgát is így szerzi meg. Két lagyatűt egy csapásra, megszerzi a technikus minősítő bizonyítványát, megszerzi az érettségi bizonyítványát, és ez 5 év alatt fog majd neki sikerülni. Ha egy 6 évet még rá akar tenni, akkor az alternatív járműhajtási technikust is meg tudja tanulni, ami nevében is benne van, ugye azokról a technológiákról szól, ami nem a hagyományos robbanó motorokat tartalmazzák majd. Ezek a képzési tartalmak még most is folyamatosan alakulnak, és a lehető legmodernebb megjelenése fog majd a tananyagokban visszatükröződni. Ez a szakmának is, illetve az oktatásnak is igénye volt. 10. évvégén a tanulók tesznek egy ágazati alapvizsgát. Gyakorlatilag onnantól kezdve jön az, hogy ő gépjármű mechatronikai technikus
tanulmányokat folytat, előtte a közlekedési ágazat, közlekedés gépészeti ágazatnak az alapjait tanulja meg. Hogyha ő marad a gépjárműanyagi technikus szakképesítésnél, akkor akár külső gyakorlati helyen is végezheti a gyakorlati tanulmányait már innentől kezdve, és egy tanulói munkaszerződést köthet, ami nyilván nem csak anyagi előnyöket jelent, de természetesen azt is. Hogyha a gyakorlati hely, akivel kapcsolatban vagyunk, tudja vállalni az elméleti képzést is, akkor az elméleti órák egy részét, vagy akár teljes egészét is kint a gyakorlati helyen tudja majd elsajátítani a tanuló. Ilyen lehetőség van a paksi Gemenc Autóháznál, ahol másfél éve új e-learning, elektronikus tanulás segítő programot vezettek be. Talán az általános oktatási képzési programoktól eltérően egy kicsit abban speciális, hogy észrevéve azt az általános jelenséget, hogy a papírra írott szöveg inger szegénysége már nem tud versenyben maradni és versenyezni a színes villodzó képernyők, notebook, okostelefon, televíziónak a inger gazdagságával. Hát ezt az általános jelenséget felismerve próbáltunk egy olyan tananyagot és egy olyan tanítási képzési módot kialakítani, hát ezekre a platformokra felvinni, ami sokkal jobban le tudja kötni a diákok, a fiatalok figyelmét. És hát ennek egy olyan képzési rendszert, egy keretet adtunk, ami egy számítógépes program keretében ugye olyan tananyagokat, nyitott forrású tananyagokat tartalmaz. Tehát azért mondom, hogy nyitott, mert folyamatosan mindig az igényeknek és a technikai változásoknak megfelelő legkorszerűbb tananyagokat feltölthető helyben tudjuk változtatni a képzési anyagokat. Ez azért is jó, mert hát ugye vannak ugye ilyen régi tapasztalataink, hogy az általános intézményes oktatásban régen ez úgy volt, hogy valaki megírt anno egy könyvet, és lehet, hogy az a könyvben lévő anyag már talán nem, a valóságban nem is volt, hát gondolok itt a karburátorra, még nagyon sok járműves tananyagnak ugye része, ma már az országutakon nincs is karburátoros jármű, vagy elvétve oldtimer kategóriában. Na most ezek a tananyagok azért gyorsan elévülnek, és egy írott tananyagot nyilvánvalóan ilyen, ahogyha a diákok számát meg az intézmények számát tekintem, akkor nagyon nehéz gyorsan változtatni, ezért az elektronikus tananyagok irányába érdemes lépni. Azt, amit ma egy állami tanrend megkövetel jármű fenntartó vállalkozásban résztvevő diákkal szembe, azt mi most már ebben az elektronikus tananyag rendszerünkben már tudjuk. Ez a számonkérés is elektronikus, és lehetőséget ad a diákjainknak arra, hogy ne csak itt a gyakorlati képzőhelyen, a vállalkozásainknak a irodáiban vagy az erekjelölt helyében végezhessék el ezeket a tananyagokat, hanem a távoli elérhetősége otthonról is. Tényleg a legaktuálisabb, legkorszerűbb tananyagokkal tudjuk bővíteni, változtatni a mi képzési rendszerünkben lévő ismeretanyagot, tudásanyagot, és ezt a tanulóink is nagy szeretettel fogadják, és tényleg élvezik ennek a korszerű oktatásnak az előnyeit. Tetszik ez az elektronikus maga, tehát hogy így létesítették ezt az egész folyamatot, hogy kitaláltak egy programot, és hogy lehet csinálgatni elektronikusan is. Megmondom, hogy szintén otthon is csinálom nagyon szívesen. Nem kell nagyon, nézd csak, figyelj, nézd csak mekkora. Épp ahogy. Érződik is, ahogy fogom. Engem ebbe a szakmába az fogott meg, hogy többrétű. Tehát, hogy vannak benne különböző hegesztések, illesztések, például egy sárvédőn egy foltot létrehozni. Volt egy személygép kocsi, és a mesterem kért meg rá, hogy a két hátsó ajtóról vegyem le így az eleje úgy még nagyjából ment, ugye ki kellett szedni a patenteket. Igazából ebbe, ami nekem kihívást jelentett, az a vége volt, amikor a kilincset kellett leszedni, hát az sokat ügyködtem, hogy sikerüljön, de a végén sikerült, és nagyon örültem neki. Nézzük meg a tárcsa belső oldalát is, mennyire van elhasználva. Van egy tűréshatára, ami megadja a gyár autódatában, amit meg is fogunk nézni, hogy
mi a határ a vastagság tekintetében? Mi az a határ, amit azt mondja, hogy annál több lesz? A legnépesebb képzési kínálattal, illetve tanuló létszámmal a közlekedés gépészeti ágazat bír, és ebben megjelenik a karosszéri lakatos, megjelenik az érettségére készülő autószerelő tanuló, megjelenik az érettség utáni egyéves, kétéves autószerelő tanuló. Ugye két éves képzésben azt tud részt venni most is, és hát majd a következő tanévtől is, aki nem szakirányú érettségével rendelkezik. Nekik két éves a tanulmány, és utána egy év az autótechnikus képzés. Talán emiatt a sokszínűség miatt is van az, hogy a legtöbb tanuló ebben az ágazatban jelenik meg az iskolában. Egy 2017-es magyarországi felmérés szerint a megkérdezett tanulók 78%-a azt válaszolta, hogy szívesen részt vesz olyan képzéseken, amely a tanórákon kívül további lehetőséget nyújt ismereteik bővítésére. A stabil hátteret biztosító, átfogó szakmai képzésekre pedig azért is szükség van, hogy az ezen a téren karriert építő fiatalok meg is maradjanak választott pályájukon. A madárinfluenza és az afrikai sertéspest is magyarországi terjedése a járvány visszaszorítása érdekében az Agrárminisztérium pályázatokat hirdetett ki, eközben a juh- és kecsketenyésztők egyik legfontosabb támogatására is lehet már pályázni, mutatjuk a lényeges tudnivalókat. Évekig tartat, amíg a magyar baromfilliba és kacsatenyésztők újra exportálhatnak húst Kínába, Izraelbe vagy éppen Dél-Koreába. A madár influenza miatt ezek az országok mind megtiltották a magyar szárnyasok bevitelét, ugyanis januárban két magyarországi szárnyas tartó telepen is kimutatták ezt a betegséget. A magyar hatóság azonnal megtette a szükséges lépéseket a járvány megállítása érdekében, így többek között leölték az állatokat és védőkörzeteket jelöltek ki a telepek körül. Közben az afrikai sertéspest is egyre több magyarországi településen ütötte fel a fejét. A járványos állatbetegségek visszaszorítása érdekében az Agrárminisztérium pályázatokat hirdetett ki, amikre hamarosan lehet majd pályázni. Miniszter úr nyilatkozatára tudjuk leginkább alapozni a várakozásainkat. Miniszter úr egy néhány héttel ezelőtt nyilatkozta, hogy a maradék, tehát ez a 2014-2020 közötti időszakban megmaradt pénzekből egy részét, tehát a pályázat egy részét újra nyitják. Konkrétan pályázatok közül az állattartó telepek korszerűsítését említette miniszter úr, hogy a baromfi és a sertéstartók esetében lesz először megnyitva a kiírás. Várhatóan a régi kiírás lesz megnyitva, viszont bizonyos módosítások lesznek benne. Itt 2 milliárd forint áll rendelkezésre. Az elsősorban baromfi és sertéstartók számára kiírt pályázat állategészségügyi feltételek javítására, megőrzésére szolgál. A két ágazatot érinti legjobban ez a probléma. Most a sertéspest is, afrikai sertéspest is esetében, és a madárinfluenza esetében, jól tudom, ott a pulykások körében jelent meg probléma az országban. Ezért itt járványügyi intézkedések lesznek, tehát kerítések építésére, különböző fertőtlenítő berendezésekre, esetlegesen telepi hullaégetőkre lehet majd várhatóan pályázni, és elképzelhető, hogy egyéb dolgokra is. Az információk szerint ez március végéig derül ki, hogy pontosan hogyan. Valószínű, ahogy eddig is a vidékfejlesztési programban a pályázat www.pályázat.gov.hu honlapon, vagy Széchenyi 2020.hu honlapon hirdetik meg. Bizonyos időszak lesz nyitva erre, valószínű pályázati, bírálati határnapok lesznek. Ez általában úgy nézett ki, hogy az adott napig beérkezett pályázatokat lebírálják, és akkor az irányító hatóság el tudja dönteni, hogy mennyi jött be, vagy még nyitva hagyják egy darabig, vagy lezárják, attól kezdve fölfüggesztik a pályázatok beadását. Utána van egy bírálati időszak, ez azért egy pár hónapot biztos, hogy eltart, és utána meg kell valósítani az illetőknek a beruházást, és utólagos elszámolással kapják vissza a pénzüket. A gazda a beruházásra előleget is igényelhet, mégpedig legfeljebb a megítélt támogatás 50%-át kaphatja így készhez. Várhatóan a beruházás megvalósítására nem 2 évük lesz a gazdáknak, hanem fél vagy 1 év áll majd rendelkezésükre. Egy másik pályázatra is felhívta a figyelmet Tamási Balázs, már be lehet adni a kérelmeket az anyanyuh támogatásra. Az előbb említett pályázatnál egy jóval egyszerűbb igénylési eljárás.
aki anyajuhot tart, és legalább 10 darabot tart az állományában, ő igényelhet erre támogatást. Az anyajuhoknál, tehát a juhosoknál a juhtenyésztők, juh- és kecsketenyésztők szövetségének az instruktorai, ők segítik a gazdálkodókat, eltározás, állománynyilvántartás vezetésével kapcsolatos dolgokban, és ezen instruktorok tudnak kiállítani egy igazolást arról, hogy mennyi az anyajuh létszáma, mennyire igényelhet az illető gazdálkodó támogatást. Ezt kell beszkennelni, felcsatolni egy elektronikus felületre, és ott kitölteni az adatlapot, úgy lehet ezt igényelni. Fontos, hogy mindenféle nyilvántartást szabályszerűen vezessenek az állattartók, így például gondoskodniuk kell a tenyészetükben tartott állatok NR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről az adatbázisba. Ahogy a megfelelő tenyészkosokról való gondoskodás is elsődleges. Egy tenyészkos ára 120-140 ezer forint között mozog, aminek egy bizonyos százalékát vissza lehet majd igényelni, mondja a szakember. Törzskönyvezett tenyészkosok tartására van szükség, meg van, hogy anyaállományonként, tehát létszámhoz kötve mennyi tenyészkos szükséges, és van egy tartási kötelezettsége is természetesen a támogatásigénylőnek, ameddig a telephelyén kell tartania azt a létszámú anyajuh állományt. Az anyanyuh támogatása február 1-től március 20-áig lehet beadni a kérelmeket elektronikus úton. Hozzám című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a Szakmád a Holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.